A lézergravírozást próbálják ki a fiatalok ebben a műhelyben. Egy érmére készíthetnek feliratot a gép segítségével. Ez volt az egyik érdekesség, amivel találkozhattak ebben az üzemben az általános iskolások Pécsen. Nagyon tetszik, szépen le van, föl van vezetve minden, pontosak a programok, jól érthető, amit mondanak nekünk a gyárban dolgozók, szervezet nagyon az egész. Az üzem szakoktatója azt mondja, a filmvetítéssel kezdték az ismerkedést a gépipari szakmákkal. Ezt követte a gyakorlati bemutató. Van egy ilyen promóciós filmünk, azzal kezdtük, hogy azt bemutattuk nekik a gépek működését, hogy milyen területek vannak, és utána jöttünk le a gyártásba szembesíteni őket, hogy ezeket a gépeket néztük ugye a promóciós filmbe, és itt az életbe, a valóságba, hogy működnek, és akkor egy-két kollégát megkértük, akik a robotokért és egyéb dolgokért felelnek, hogy ezeket pontosan magyarázzák el a gyerekeknek, hogy ezek hogy működnek valójában a gyártásban. A gyerekek megtudhatták azt is, hogy valójában alkotó munka folyik a gépipari csarnokokban. Ez egy egész szép alkotó munka, ugye, gyakorlatilag elmondtuk nekik, hogy egy darab vasból indul, és hogyha valaki eléri azt a szintet, hogy elvégez egy főiskolát, akkor ő már utána egy tervezőasztalhoz ül, alkatrészeket tud tervezni, programozni és legyártatni, és hát én ezt látom ebben a szépségét, hogy egy darab vasból mit lehet gyártani, és mennyire fejlett már az ipar, hogy milyen gyorsan és egyszerűen. Ma már az ipari robotok használata a hétköznapi termelés része. A pécsi cégnél is már minden második munkaállomáson robotkarok végzik a munkát, mondja a szakember. A felső tagozatos általános iskolások ezt a világot ismerhették meg közelebbről ebben az üzemben a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyári táborának keretében.